Atya, Úr, Isten! Hát ide legalább minimum egy telepjáróval kellett volna jönni, nem ilyen kis autóval, mint ez. Érdekes, érdekes. Ezt a jelenetet már körülbelül 35-ödjére fogom újra venni, de most már ígérem, hogy ez lesz az utolsó. Szóval a mai nap egy ügyfelemet fogom meglátogatni, méghozzá nem is akármilyen helyszínen. Tuti biztos, hogy designer ilyen helyszínen még nem járt, és nem mutatta be a munkáját. Ugyanis nemrégiben megbíztak egy munkával, és most azt szeretném megmutatni az ügyfélnek, hogy meddig jutottam, és kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mit szól hozzá. Időközben kiderült, hogy abszolút teljesen el vagyunk tévedve, tehát nem jó helyen vagyunk. Most jelenleg itt vágtázunk a töltésen Ferencállás felé, ugyanis ezt az utasítást kaptam, hogy induljak el Ferencállás felé, és valahol meg fogjuk őket majd látni. Hát mit mondjak, ez a designer szakma eléggé kalandos egy foglalkozás. De hát ilyen is van. Nekem sem volt még ilyen tapasztalatom, de most már ezek után ez is lesz. Nos, hát megérkeztünk. Hát el sem hiszem, hogy micsoda kalandok közepette tartott ez az út nekünk, amíg ide értünk, de itt vagyunk. Nem tévedtünk akkor át amúgy, mert itt voltunk körülbelül egy ilyen 30-40 méterre egymástól, de pontosan nem tudtuk, csak az erdőnek a másik oldalán, úgyhogy... De megoldódott, úgyhogy most már rendben vagyunk. Élvezted a kalandos utazásunkat, Szofi? Mi a helyzet? Mit szólsz hozzá? Ott láttál már traktort? Ha? Traktort. Traktort. Menjünk oda. Hello! Ide értünk. Szia! Nyomjuk az ipar. Csaba, hogy működik ez a gép? Csak így bele kell igazgatni ezekbe a kis zsékbe? Igen, bele kell tárcába rakni. Lehetőleg egy tárcába. Felviszi a tárca alulra, és akkor kipottja. Ha? És itt elől ez a víztartály, ez locsolja is? Aha, látom, hogy locsolja. Oké, most már alaposan körbe nézhettünk, fentről is, meg mindenfelől, mindenféle szemszögből. Most már ideje megmutatni a munkát. Kíváncsi leszek, hogy mit szólnak hozzá. A few moments later. Nos, hát hazaértünk eme csodás kis kalandunkból, a fókhagymarakásból. Megmutattam nekik a logót és a címkéket, amiket terveztem. Első benyomásra szerintem nem is volt annyira rossz. Úgy láttam rajtuk, hogy tetszik az, amit csináltam nekik. Annyit mondtak, hogy küldjem el nekik a fájlt, és akkor még egy-két napot rágódnak rajta, illetve átnézik. Ha esetleg van még valami ötletük, vagy valami bármi más, akkor azt utána elmondják, és akkor úgy néz ki, hogy valószínűleg véglegesíteni tudjuk ezt a logós dolgot. És utána
ha ez megvan, akkor kerülhetnek megtervezésre azok a termékcsomagolások, ami még hátra van, ugyanis termékcsomagolást is kell nekem tervezni. De hát addig nem szoktunk nagyon belemerülni a tervezésbe, ameddig nincs lefixálva például a logó, mert ez a legfontosabb eleme ennek az arculatnak, hogy meglegyen a logó, és akkor azt ki tudjuk terjeszteni a borítékra, a levélpapírra, névjegykártyákra, meg igazából amire az ügyfélnek szüksége van. Ennyi fért a mai vlogba, most már ígérem nektek, hogy picivel sűrűbben fogok jelentkezni. Egyrészt azért, mert nagyon hiányzik már, hogy fogjam így a kamerát, tehát a vlogolás. Másrészt senkinek nem tesz jót az, hogy ilyen rendszertelenül töltődnek föl a YouTube-ra a videók, de az a helyzet, hogy most az utóbbi pár hétben itt mindenki így megtalált, és mindenkinek szüksége van valamire. Mellettük ott vannak a visszatérő ügyfelek, úgyhogy hát azt kell mondjam, hogy munkámból nincs hiány, ami persze természetesen egy pozitívum, tehát ez egy jó dolog. Rengeteget elvesz a vlogolástól, olyannyira, hogy nem is sikerül néha-néha videót készítsek, úgyhogy remélhetőleg ez a jövőben változni fog. Arra szeretnék benneteket kérni, hogyha szeretnétek értesítőt, nem csak e-mailt, mert azt hiszem, hogy küld az eBay, milyen eBay? A YouTube küld minden egyes alkalommal egy e-mailt, amikor töltök fel egy új videót. De emellett, hogyha ott a feliratkozás gomb környékén látok egy ilyen kis harangszerű valamit, harang ikonnacskát, arra, hogyha rákattintotok, akkor elméletileg kapni fogtok értesítőt a YouTube-tól közvetlenül a telefonotokra. Tudjátok, mint amikor megkaptok egy SMS-t vagy egy e-mailt, jön egy kis értesítő. Tehát szóval jön egy kis értesítő, hogy töltöttem fel új videót. Remélem, hogy nem nagyon kavarodtam össze az elejével és a végével. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen, hogy néztétek a vlogot. Találkozunk a következő videóba. Ja, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek kommentelni vagy kérdezni valamit, bármit, akkor tegyétek meg ide a videó leírásában. Ha nem tetszik a videó, akkor meg nyomjatok egy dislike-ot, az is hiper-szuper. Ja, csá!